Türelem mindenképpen kell hozzá, ha az embernek nincs türelme hozzá, akkor egyből elvesztett a mérkőzést. Mentális érettség nagyon fontos, ugye gyakorlás, mert mindig azt mondják minden sporttal kapcsolatban, hogy 10 000 óra gyakorlás után lesz profi az ember. És hát ezek a dolgok alkotnak a snookerben elsősorban egy egészet. Bulcsú legutóbb elmondta nekünk, hogy a snookerhez rendkívül fontos a türelem, a mentális érettség és a rengeteg gyakorlás. De mit is kell egészen pontosan gyakorolni? Mivel érdemes kezdeni, ha még dákó sem volt korábban a kezünkben? Az egyenes lökés gyakorlásával. Egy egészen egyszerű gyakorlat, a fehér golyóval célozzuk meg az egyik falat, és ha a golyó visszapattanás után a dákó végéhez gurul, akkor egyenes volt a lökésünk. Ennek a gyakorlatnak valamivel nehezebb verziója, hogy a fehér golyóval a kéket lökjük meg, és a kéknek kell visszafelé eltalálnia a fehéret. Az egyenes lökéshez egyenesen kell vezetni a dákót. Az a lényeg, hogy a kéz, a lökőkéz az derékszögben legyen dákóhoz képest, és hogy az ember álla legyen rajta a dákon, ugye, hogy minél jobban tudjunk célozni, mert így sokkal kevésbé látjuk. Az egyenes lökést érdemes, sőt nagyon is fontos gyakorolni, mert anélkül semmi sem sikerülhet úgy, ahogy szeretnénk. Íme egy példa a rossz kilökésre. Mielőtt tovább fejlődnénk, érdemes megállni egy pillanatra, hogy elidőzzünk a szakkifejezéseknél. Ahhoz, hogy értsük a profik játékát, fontos megtanulnunk egy-két alapvető kifejezést. Van néhány szakkifejezés a snookerben, amit érdemes megtanulni. Ez egy brit eredetű sport, és a szakkifejezések nagy része a mai napig angol, nem magyarosodott meg. Úgyhogy például érdemes megismerkednünk a frame vagy a break kifejezésekkel. A frame az mondjuk egy partit jelent, mint mondjuk egy set a teniszben, tehát addig tart, amíg el nem tűnnek a golyók az asztalról. A break pedig azt jelenti, amikor sorozatban lök valaki golyókat, tehát addig, amíg nem hibázik, nem marad ki egy lökés, addig egy sorozatot breaknek nevezünk, így például van 147-es, tehát maximum break, de van mondjuk 8-as break is, és a kettő között bármit el lehet képzelni. Itt az ideje szót ejteni a fehér golyó mozgatásáról. Nagyon fontos dolog a snookerben a fehér golyó mozgatása. Alapvetően három dolog tud történni a fehér golyóval a találat után. Az egyik az, hogy megáll nagyjából ott, ahol eltalálta a célgolyót, ezt stopnak hívjuk, stop lökésnek. Akkor van az a fajta lökés, amikor a fehér golyó visszafele indul el a dákó irányába, ezt visszahúzásnak nevezzük, és van az a fajta lökés, amikor a találat után tovább gurul ugyanabba az irányba a fehér golyó, amerre elindult, ezt pedig síbernek nevezzük. Nézzük meg, hogy hogyan kell lökni ezeket. Így néz ki a stop lökés. A lényege, hogy a találat után a fehér golyó azonnal megáll. Ehhez egy kevéssel a közepe alatt kell eltalálni a fehér golyót. Hát a síber azt jelenti, amikor fölülökjük meg a fehéret, és akkor ugye előre felé pörög a fehér, miután elérte a célgolyót. Ez így néz ki. A visszahúzása az az, amikor nem fölül, hanem alul lökjük meg a fehéret, és visszafelé pörög, és a célgolyó eltalálása után visszafelé fog, vagyis mifelé fog elindulni a fehér. Pump up the volume, pump up the volume.
Hogy érdemes mozgatni a fehér golyót? Hogy érdemes gondolkodni egy break építése során? Hát ugye a legalapvetőbb dolgok az, hogy a fehér például ne menjen rá break közben egy terelésnél a falra, vagy ne menjen fal mellé, mert egyrészt a lökés és másrészt pedig a következő golyóra való terelés is nehezebb lesz. Másrészt pedig az nagyon lényeges egy breakben, hogy mindig az ideális szöget hagyjuk magunknak. Ugye, ha például ez az állás, hogy a lyuk és a piros síkjától balra van a fehér, akkor nyilván jobbra fog elindulni, tehát jobbra van a szög. Ha pedig jobbra van a síktól, akkor balra fog elindulni, ez ugye nyilvánvaló. És például, ha van egy ilyen szituáció, akkor arra törekszem, hogy ne ide tereljek a feketére, hogy cső legyen, hanem ide vagy ide a két oldalára, hogy ezt a pirosat még meg tudjam terelni. Miért olyan nehéz fal melletti fehérrel lökni? Hát egyrészt ugye az okozza a nehézséget, hogy a fehérnek nagyjából csak a negyere látszódik ki ugye fölül a fal miatt. Tehát elég nehéz eltalálni a tökéletes pontot. Ezért van, hogy a profitnak is sokszor lecsúszik a lökés. Másrészt pedig ugye itt van a legnagyobb távolság a golyó között, mert a fal a legszéle az asztalnak, de hát biztos, hogy nagyobb lesz a távolság, mintha beljebb lenne az asztalon a fehér. Ez is gondot okoz, és az is hozzájárul még, hogy nem lehet erősen lökni. Ugye rengetegszer van olyan szituáció, hogy erősen kell lökni valamit, hogy tudjunk terelni róla, falról nem lehet. És hogy miért fontos a fehér golyó helyes mozgatása? Azaz a pozícionálás, vagy más néven terelés? Azért, mert jó pozíció kialakítása nélkül lehetetlen sok golyót belökni, azaz nagy bréket gyártani. Itt van például ez a gyakorlat, 8 piros és a kék 8-szori belökése a cél, azzal a kikötéssel, hogy a kék golyót mindig valamelyik sarokzsebbe kell juttatni, mivel a sarokba jóval nehezebb belökni, mint középre. Az pedig a snooker alapszabálya, hogy a piros után belökött színes golyó mindig visszakerül az asztalra. Annyit még mindenképp érdemes hozzáfűzni, hogy Bulcsú évek óta nem próbálkozott ezzel a gyakorlattal, a forgatáson mégis első próbálkozásra sikerült neki megoldani mind a 16 lökést. ¶¶